A két fiatal művész korábban nem ismerte egymást. A Nádor Galéria által meghirdetett pályázaton mindketten nyertek. Munkájuk jól illik egymáshoz, megjelenik bennük az univerzum, az űr, az utazás, ami inkább lelki és elvontabb értelmezést kap. Azonban nem csak ezzel foglalkoznak műveikben. És emellett még az olyan különböző ilyen emléknyomokkal, amiket így tulajdonképpen az emberiség hagy maga után, tehát így a kommunikációs eszközök, a rengeteg ilyen mindenféle hulladék, és ezekkel mind a ketten dolgozunk ezekkel a műalkotásainkban. Maga a cím pedig onnan lett, hogy hát így gondolkoztunk, hogy mindenképpen valami olyat szerettünk volna, ami egy ilyen átjárást fejez ki. A tranzit az eleve egy kicsit így talán hajad ezekre a science fiction filmekre is, de mindenképpen itt ezt az átjárást akartuk így, tehát a való világ és így az elképzelt ilyen univerzum, vagy a saját magunk elképzelt világa közötti átjárást. Az expedíció elnevezésű alkotása előtt állva Komlódi Judit elmondta, ezt a képet laptop belső elemeiből, CD-ből, bakelitlemezből készítette, összesen 6 darab panelből áll, melynek többi eleme a Nádor Galéria másik kiállítóterében látható. Ez egyébként a fényfesztiválra készült, ezekben voltak ilyen ledek is, azok ilyen plusz ilyen átvilágítást adtak nekik. A plexit és a műgyantát kevertem, most ezzel kísérletezek már egy ideje, ezekkel a transzparencia, tehát ilyen transzparens dolgokkal, amikbe bele tudok olyan dolgokat önteni, amit így említettem is, hogy valahogy tehát így a kommunikációval, tehát a különböző eszközöket, amiket így használunk. Én annak tekintek egy bakelitlemezt is, mert az is egy emléknyomot hordoz. Ugye az is bele van ebbe öntve, de ugyanígy egy chip, vagy egy memóriakártya. Rengeteg minden ebből ugye szemétre kerül. Nagyon sok információ marad rajta, amik nem is tudjuk, hogy mi. Ezen is egyébként konkrétan az egyik laptopom, amelyik így befutcsolt, vagy eddig tönkrement, annak az alaplapját használtam fel. Ezek az alkotások holdbéli tájra emlékeztetnek. Sipos Ábel Mihály szobrászművész álmodta meg a műveket. Ezzel kapcsolatos fantáziája még a gyerekkorra nyúlik vissza, melyet most kiválóan kamatoztatott. Nyilván a Star Wars, meg Star Trek, meg hasonló filmeket már kiskoromban ugye láttam, és azok meghatározták a későbbi munkáimat, mert valahogyan, tehát hogy annyira megtetszett, hogy azt szerettem volna, hogy ezekkel tudjak foglalkozni, és akkor úgy alakítottam a dolgaimat, hogy valahogyan legyen valamiféle közöm hozzá. Később meg, amikor kicsit átgondoltam, hogy miért is akarok ezzel foglalkozni, akkor rájöttem, hogy az űrnek a ilyen nagy végtelen sötétségébe annyi mindent bele lehet projektálni, meg hogy onnan bármi jöhet. Igazából nagyon sok ilyen fikciós történetet ki lehet találni. És hát tulajdonképpen bármit elbír ez a világűr, mert bármit kitalálhatunk mellé. A kiállítás augusztus 23-áig megtekinthető a Nádor Galériában Pécsen. A tranzit kiállításról bővebben a Pannon TV Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.